Nagyon sok zenekarban játszottam, inkább úgy mondom, hogy nagyon sok zenekarban volt szerencsém játszani. Nagyon kevés, viszont nagyon kevés olyan produkció van, amelyikben nem tartottam szerencsémnek, hogy játszhattam. Bizonyos okokból, tehát ezt is megpróbálom egyszerűen megközelíteni. Az ember csatlakozik valamihez, amiben hisz, amit akar csinálni, aztán természetesen eljöhet az a pont, amikor az ember azt már nem akarja csinálni. Ennek mindig van oka. Személyes okok, szakmai okok, többet nem nagyon tudok elképzelni. Esetleg, ha az embernek az élet egy olyan fordulatot vesz, hogy az idejébe vagy a lehetőségébe már nem fér bele. Tehát a sok-sok produkció, amiben volt szerencsém részt venni, azok mindig bevonzottak engem, tehát én az nagyon, nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy hittel mentem neki. Egy darabig működött, és aztán egy idő után meg már nem. Volt olyan, amelyik kihullott alólam, tehát szétesett a zenekar, volt olyan, ahol a zenekar egy olyan szakmai irányváltásba ment bele, amiben én már nem akartam. Olyan is volt, hogy emberileg nem jöttünk ki egymással, de hát erre van szép példa. Most volt olyan produkció, ahol az előadás szünetében kiszálltam a zenekarból, azért megcsináltam a másik felét is, de már a szünetben mondtam, hogy ez engem nem érdekel. Ott nekem szakmai problémáim voltak, tehát az a befektetett munka és az abból elvárható eredmény az nem volt összhangban. Hogy ennek most ki volt az oka, most én vagy a másik, vagy nem tudom, micsoda, ezt nem akarom feszegetni. Ott már mondom, az első néhány dalnál éreztem, hogy én ebben nem akarok hosszan részt venni, sőt egyáltalán nem. Például amikor én kiszálltam valamelyik zenekarból, amelyik éppen nem azért szűnt meg, kihullott alólam, hanem dübörgött tovább, és mai napig dübörög a zenekar, csak én már vagyok benne. Ott is olyan dolgok motiváltak, hogy egyszerűen nem esett már jó csinálni. Tehát azért azt tudni kell, hogy nem tudom, ki mit gondol arról, hogy mennyit keres egy heavy metal zenész, de most elvárom semennyit. Tehát valójában azért csináljuk, mert ezt jó csinálni. És hogyha nem jó csinálni, akkor nem szabad csinálni. Annyi szép dolgot lehet még emellett csinálni, ami viszont jól is esik. Azok a szakmai szempontok, amik alapján én meghoztam különböző szakmai döntéseket, hogy mi az a zenekar, ahol akarok lenni, vagy nem akarok lenni, vagy kik azok, akikkel akarok együtt zenélni, vagy nem akarok együtt zenélni. Ezek is változóban vannak, ugyanis arra jöttem rá, hogy nem a legjobb zenész a legjobb zenésztárs. Tehát egy úgynevezett színházi profi körülmények között, ahol az embernek ott van a kis névtáblája, a saját kis hangfalán, ahol névre szólóan kinyomtatják a hottát, ahol ott áll a karmester is integet, hogy mit kell csinálni, is teljesen más együtt dolgozni, meg egy ilyen saját zenekarban is tök más együtt dolgozni, ahol mi magunk álmodjuk meg azt, hogy mit akarunk csinálni, nem pedig elég teszik. Tehát, mint mondtam, arra jöttem rá, hogy nem arra kell törekedni, hogy a zenekar létszámát az ország legjobb zenészeivel töltse fel az ember, hanem arra kell törekedni, hogy a legjobb arcokkal töltse fel az ember a létszámát. Ezekkel az emberekkel utazunk le több ezer kilométert, játszunk le több száz órányi koncertet, vállaljuk a viszontagságokat, haveroknak, minimum jó haveroknak kell lennünk. És hogyha valakinél van szakmailag jobb, azon nem kell csodálkozni, mert mindig mindenkinél van szakmailag jobb. Én magam is beleestem többször abban a hibába, hogy amikor a saját környezetem már tündöklő csillagként emlegettem, hogy ez hogy gitározik ez az ember, én ezt jól elvittem. Majd jött valaki, aki 5 éve fiatalabbat nálam, és úgy gitározott, mint az Isten nyila, és akkor olyankor az ember vagy hazamegy és felapítja a hangszert, vagy hazamegy és gyakorol. A mostani szakmai helyzetben, amikor egy saját zenekarom van, és annak az élén tündökölhetek, mint zenekarvezető, akkor azt kell látnom, hogy ez nem egy hálás feladat, ez egy borzasztó nehéz feladat. Különösen azért, mert abban a korban, amely korban vagyok, természetesen, amikor a zenekart az ember így összerak, akkor a saját ismerőseiből válogat, akik nagyjából ugyanaz a korosztály, és ennek a korosztálynak viszont már megvan a saját élete, megvan a családja, megvan az egzisztenciája, a munkája, az elkötelezettségei, az elfoglaltságai, stb. Tehát nagyon nehéz olyat találni, aki még így ebben a korban ráér arra, hogy így lelkesedésből muzsikáljon. Ha meg is van, nem biztos, hogy szakmailag megfelelő, nem biztos, hogy... Tehát nagyon nehéz.
És abban a pillanatban, hogy a zenekar összeáll, és akkor úgy érezzük, hogy na oké, kész vagyunk, elkezdhetünk dolgozni, és jönnek a különböző ilyen nehézségek, amik során bárki bármelyik pillanatban azt mondhatja, hogy figyelj, mától fogva én ezt nem tudom csinálni. És ezen továbbra sem érdemes haragudni, erre egyszerűen tudomásul kell venni. Sok olyan tapasztalat van, ami megkönnyíti egy ilyen újdonsült zenekarvezetőnek a helyzetét, és sok olyan tapasztalat is van, ami viszont éppen, hogy megnehezíti. Ugyanis ezek a tapasztalatok, ezek egy korábbi időszakra vonatkozó tapasztalatok, amik ma nem biztos, hogy érvényesek. Mégis az ember megpróbál alapozni, természetesen arra, amik az ő saját tapasztalatai, és aztán amikor kiderül, hogy egy hibás döntés mentén valami felborul, akkor látható az, hogy az a korábbi tapasztalat ma már nem érvényes. Nagyon is átérzem a problémájukat. Hosszú-hosszú időn keresztül gyakorolnak, felkészültek, szinte mindent tudnak, vagy akár mindent tudnak. Tehát szakmailag igen-igen elismert művészekről van szó, viszont ők nem találják meg a közönséggel való, hogy mondjam, közös hangot vagy kapcsolatot, és ezt ők fájlalják, és teljesen igazuk van. De ennél szerintem a dolog sokkal egyszerűbb. Ennek a globális műfajnak, vagy hogy mondjam, ipari szegmensnek az a neve, hogy szórakoztatóipar. Tehát azt kell tudomásul venni, hogy az emberek arra kíváncsiak, ami érdekes. Ami nem érdekes, arra nem kíváncsiak. Ha valami nem érdekes, esetleg ideig, óráig el lehet hitetni az emberekkel, hogy de már pedig ez az, és ezt tessék megnézni. Ez nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, de abban a pillanatban, hogy ezt a pénz szőnyeget így kihúzzák alóla, abban a pillanatban az érdeklődés visszacsökken oda, ahová egyébként való. Tehát nagyon nehéz ezt beismerni, és nem biztos, hogy én magam képes lennék rá, hogy most nem akarok neveket mondani, de az a bizonyos személy, akinek ezt a panaszát utoljára végigolvastam, tehát nem biztos, hogy én magam is képes lennék beismerni azt, hogy hiába tudok mindent a hangszeren, és hiába csókolgatják a kezemet szakmailag, ha a közönséget ez nem érdekli, akkor valószínű, hogy az, amit csinálok, nem elég érdekes ahhoz, hogy a közönség érdeklődésre számot tartson. Ebben a pillanatban pedig az embernek azt kéne eldönteni, hogy mit csináljak holnap, ha az, amit ma csinálok, az nem érdekel senkit. Ugye vagy dolgozok tovább, és megyek tovább a széllel szemben, és megpróbálom bebizonyítani, hogy de kérem, már pedig ez az, amit nézni kell, vagy egyszerűen megfordulok szélirányba, és próbálok a szó igazi értelmében, nem is igazi értelmében, tehát próbálok a szó klasszikus értelmében szórakoztatni. Ez persze úgy hangzik, mint egy recept, és ez alapján, a recept alapján bárkinek sikeresnek kéne lennie, de nem az. Tehát valójában nincsen rá recept, hogy mi az, amire az emberek vevők lesznek, vagy mi az, ami izgalmas. Lehet azért tudni tájjellegűen, hogy Magyarországon mi az, ami a legnépszerűbb zenei műfaj, mi az, ami a legkevésbé népszerűbb, azt is lehet tudni, hogy vannak olyanok, akik Magyarországon egy bizonyos műfajban totál sikertelenség és az ismeretlenség homályában vesztek el kis hián, majd elmentek a világnak egy olyan pontjára, ahol az a műfaj sokkal népszerűbb, és nagyon szép sikereket értek el.